Tisztelt ház képviselőtársaim, Földi László képviselő úr, a KDNP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Mit tesz a kormány az egészségügyben dolgozókért címmel? Tisztelt képviselő úr, miniszter úr halaszthatatlan elfoglaltsága miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkár úr hatalmazta föl. Tisztelettel kérdezem, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Igen. Képviselő úr jelzi most már egyértelmű, hogy elfogadja. Földi László képviselő úré a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár, tisztelt képviselőtársaim. Az elmúlt hónapokban az egészségügyben dolgozók nagy része azért dolgozik, hogy a koronavírus járványnak Magyarországon minél kisebb negatív hatása legyen. A járvány első hulláma idején példaértékű volt az az odaadás és elkötelezettség, ahogy az ismeretlen veszély közben végezték a munkájukat. A közelmúlt egyik legnagyobb kihívásával kerültünk szembe, azonban minden egyes egészségügyi dolgozó tudta a feladatát, és szerepe volt abban, hogy a járvány első hulláma elleni harcban győzedelmeskedtünk. Tisztelt államtitkár úr! Az elmúlt időszakban az egészségügyi kiadások összértéke a költségvetést tekintve is emelkedett. A 2009-es 1300 milliárd forintos a kormányzati egészségügyi alrendszereket érintő kiadás az elfogadott 2021-es költségvetés szerint 2115 milliárd forintra nőtt, és mintegy 156 milliárd forinttal haladja meg a 2020-as forrásokat is. Fontos megemlítenem még, hogy idén novemberben 20%-kal emeli a kormány az ápolók és az egészségügyben szakdolgozók fizetését, mely a korábban bejelentett 72%-os béremelés harmadik része. Tisztelt államtitkár úr! A kormány a második hullám idején is számít az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájára. Az infrastruktúra fejlesztése mellett az egészségügyben dolgozók munkáját is el kell ismerni. Ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat, mit tesz a továbbiakban a kormány az egészségügyben dolgozókért? Várom tisztelettel válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mint említettem, a választ Rétvári Bence államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem, hogy mindnyájan duplán is odafigyelünk arra, hogy valóban az egészségügyi rendszer most jól működjön, nem csak mi magyarok, a világ minden országában odafigyelnek erre. És ahogy láttuk a különböző híradó tudósításokat, felvételeket más országokból, és látjuk a magyarországi helyzetet, azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék a magyar egészségügyi alkalmazottakra, orvosokra, ápolókra, mert más, nálunk gazdagabb országokhoz képest is sikerült a járvány első hullámát sikeresebben vennünk, és bízunk benne, hogy együtt újra sikerülhet a második hullám esetében is. Az egészségügyi dolgozók nyilván nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen a koronavírusos betegeket is ápolják, vagy más betegeket, akik adott esetben a koronavírust is hordozhatják. Éppen ezért az egészségügyi dolgozók számára, hogyha a munkahelyükön fertőződnek meg a koronavírussal, akkor számukra 100%-os táppénz jár. Ezt az egészségbiztosítási szerv utalja ki nekik, és előtte a tiszti orvos részvételével állapítják meg a megbetegedést. Azért is fontos, hiszen ők sokkal inkább kockázatos körülmények között dolgoznak, nagyobb az esély, és az is fontos, hogy őket igyekezünk minél jobban megvédeni, hiszen ők azok, akik megvédik a többi embert, a nem egészségügyi dolgozót, vagy gyógyítják a többi nem egészségügyi dolgozót abban az esetben, hogyha a betegségnek a veszélye felmerül. Ezért is fontos, hogy az egészségügyi dolgozók számára a munkai megfertőződés esetén 100%-os táppénz járjon. A mai napon és a holnapi napon itt a parlamentben is, bizottsági ülésen és a plenáris ülésen is az egészségügyi dolgozóknak, az orvosoknak pontosabban a bér duplázása, a radikális béremelése napirenden szerepel. Előző időszakokban válságkezeléskor csökkentették az orvosok bérét, ez a Gyurcsány-féle modell, és van a jobb oldalnak a válasza a válságkezelésre, nem a megszorítás, hanem a béremelés. Bízunk benne, hogy ez a béremelés még többeket fog pályaválasztási döntései során az orvosi pálya mellett ösztönözni, és éppen ezért Magyarországon az orvos utánpótlás is minden téren sokkal inkább biztosított lesz ezen radikális, nagyon nagy mértékű orvos béremelés után. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr, egy perces viszontválasz a képviselő úr, parancsolj. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, köszönöm megtisztelő válaszát.
Ezt a kérdést azért is tettem föl, mert az én választókerületemben 2 kórház is működik, a Nagykőrhősi Rehabilitációs Szakkórház és a Cegléd Tordifenc Kórház. A 2 kórházban mintegy 4500 ember dolgozik, és nagyon fontosnak tartom, hogy azok a kormányintézkedések, amelyek korábban is megtörténtek, és most meg fognak történni például az orvosbéremeléssel kapcsolatban, ezek jó lehetőséget adnak ahhoz, hogy hogy az orvosok, szakápolók helyben maradjanak, hogy ne menjenek el más területre, és főleg ne menjenek el külföldre, és az a reményem is, meg azt a reményt is kifejezem, hogy ilyen béremelés mellett a külföldön dolgozó magyar orvosok is talán haza fognak jönni, mert itthon is megéri majd orvosként dolgozni. Köszönöm szépen, államtitkár úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Egy perces viszontválaszra államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! A kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamarának a komplex javaslat csomagját, annak sok-sok részletével együtt, melyek között a nagy arányú béremelés mellett a hálapénz kivezetése is szerepelt, hiszen ez egy olyan örökségünk, amely mindenki számára tehertétel volt. Bízunk benne, hogy most már minden orvos számára ott a kórházban, ahol dolgozik, egy olyan mértékű hivatalos, legális jövedelme lesz, amely mellett mind az orvosok számára nagyon mindennapi életben meglázó helyzeteket létrehozó hálapénzrendszerét, mint a beteg számára meglázó hálapénzrendszerét sikerül kivezetnünk, és ez valóban egy polgári életformához, az orvosi hivatás presztízséhez méltó fizetést tud eredményezni. Nyilvánvalóan mindjárt számára nagyon fontos, hogy a kórházak jól tudjanak működni, és ne legyen a hálapénz az, amely adott esetben egy rossz logikát ültet el a rendszerben. A hálapénztől reméljük, hogy ez nagy mértékű béremelés meg tudja szabadítani a magyar egészségügyet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr!